A Kiskörös és térsége ivóvízminőség javító önkormányzati társulás 2010. februárjában jött létre. Tagjai Akasztó, Császártöltés, Csengőt, Fülöpszállás, Imrehegy, Jakabszállás, Kaskantyú, Kecel, Kiskörös, Kunszállás, Páhi, Solcent Imre, Soltvadkert, Tabdi és Tázlár. E települések mindegyike rendelkezett az arzén, ammónium, mangán, vas vagy egyéb mellőzendő komponensek valamelyikének határérték feletti előfordulásával az ivóvízben. Ezek az értékek hazánk uniós csatlakozásával 2001-ben váltak Magyarországra nézve is kötelező érvényűvé. A keceli vízmű telephelyén tartott projektzáró ünnepséget Domonyi László Kiskörös polgármestere, az önkormányzati társulás elnöke nyitotta meg, majd Font Sándor országgyűlési képviselő mondott köszöntőt. Rendkívül gazdagok vagyunk, és ezt észre se vesszük, különösen vízben. Hozzászoktunk ahhoz, hogy itt lefurkálunk a földbe, és bárhol, jobb esetben klasszikus ivóvizet, még jobb esetben termálvizet találunk. Ezt bárhol megtehetjük itt az alföldi térségben, a vízügyes szakemberek ezt pontosan tudják, tehát ez ilyen triviális. Több mint 3 évet vett igénybe a beruházás megvalósítása, mely óriási mérföldkő a térség vízszolgáltatásában. Innentől kezdve minden településen egy ilyen csodálatos víztisztító mű van, ami víztisztító mű tele van elektronikával, tele van vegyszerekkel, vegyszeradagolással, pneumatikákkal, és ezeket kell most már üzemeltetnünk. Látom is a kollégáimon azt a kis ijegységet, de úgy gondolom, hogy mindannyiukban van az a szakmai büszkeség és az a tudás, amit egyébként folyamatosan fejlesztünk is, hogy meg fogunk birkózni a feladattal. Kiskörösön a vízellátó rendszer önálló fejlesztése valósult meg. 563 millió forint értékű beruházás esett városunkra ebből a projektből. A Kassai utcai telepet, ha valaki látja most, nem ismer rá, teljesen modern, kitisztított víztározók, új gépházunk van, és természetesen a rekonstrukció folyamán nagyon sok helyen ki tudtuk cserélni azokat az eterni csöves régi vízvezetékeinket is, amik már bizony elavultak. A projektzáron elhangzott, hogy a beruházás nagyrészt Bács-Kiskun megyei cégek közreműködésével valósult meg. Az eseményt szalagátvágás zárta.